Szóvivője szerint gyilkosság áldozata lett Alekszej Navalnij, egykori orosz ellenzéki politikus. Kira Jármis megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin legismertebb politikai ellenfele pénteken életét vesztette szibériai börtönében. Navalnij testét elszállították és megvizsgálták, de a hivatalos tájékoztatás szerint bűncselekményre utaló nyomot nem találtak. Alekszej Navalnyit meggyilkolták. Halála február 16-án helyi idő szerint 14 óra 17 perckor következett be az édesanyjának adott hivatalos irat szerint. Alekszej ügyvédje és édesanyja Szalehardba repült. Követeljük, hogy a holttestet haladéktalanul adják át a családnak, mondta Jármis, és ezt a követelést az X-en is megerősítette. Oroszországban szombaton is folytatódott a Navalnyit nyilvánosan gyászoló emberek előállítása, ez Moszkvában dulakodásba is torkolt. Az orosz elnök szóvivője Dmitrij Peszkov közben túlzónak és elfogadhatatlannak minősítette, hogy nyugati vezetők Putyint tették felelőssé az ellenzéki politikus haláláért.